Jó lesz jönni. Lesz mindenki, Sosem akarok elmenni. Máté Szalkán a Rákóczi út 9 szám alatti telken egy több mint 600 millió forint értékű beruházás keretében új környezetbarát bölcsőde épül. A látványtervek az építési munkálatok jelenlegi fázisa alapján hamarosan valóságá válnak, amelynek anyagi hátterét az Európa Unió és Magyarország kormányának társfinanszírozása biztosítja. A környezetbarát kifejezés alatt azt értjük, hogy hőszivattyú, tehát víz és hőszivattyú fűtés lesz, illetve klímarendszer, napellemes energiaszolgáltatás, hőszigetelt falak, hőszigetelt ablakok, megújuló energiaforrások visszafordítása. Csak egy kis szösszenet, hogy az esővizet is külön kell gyűjteni és újra fel fogjuk használni. Emellett, tehát ez az épület, ez egy három csoportszobás bölcsőde lesz, maximálisan 42 gyermek ellátására alkalmas, és megfelel minden olyan előírásnak, aminek egy bölcsődének meg kell felelni, tehát a gyerekekre jutó nézetméternek, foglalkoztatóknak, mosdó, WC, szülői fogadó, akadálymentesítés, és még sorolhatnám tovább. Az időkapszulában kerülő tár a Máté Szent József plébánia üzenete az utókornak. Az alapkőletétel, valamint az időkapszula elhelyezését követően Palánki Ferenc, Debrecen Nyíregyházi megyés püspök áldotta meg az alapkövet. Minden bölcsőde a jövőről szól, mert arra biztatja a párokat, hogy ha a gyermeket szeretnének, akkor bátran vállaljanak gyermeket. Ezt pedig már Fülöp Attila államtitkár mondta, aki szerint a bölcsődék nem csak a szülőket és a gyermekeket segítik, de hosszú távon a nemzet megmaradás célját szolgálják. Ha csak a számokat nézzük, hogy 2010 óta a kormányzat közel kétszeresére emelte a bölcsödei férőhelyek számát, ma 61,5 ezer bölcsödei férőhely áll rendelkezésre több mint ezer településen. Ez mind-mind olyan kézzelfogható segítség, mind-mind olyan infrastruktúra, ami egy családban segít ahhoz, hogyha vissza szeretne menni egy szülő dolgozni, akkor ne legyen akadály az, hogy nem tud kivigyázni a gyermekre, mert ott van egy intézmény, ott van egy bölcsöde, és ez bízunk benne, hogy hosszú távon is segít nemzetünk megmaradás. És a gyermekszáml gyarapodását. Az intézmény a tervek szerint 2024 őszén már akár teljes létszámmal, azaz 42 gyermekkel kezdheti meg működését.